Ellenőrzés egy velencei tóparti büfében. A vámhivatal munkatársa az autóban és az eladótérben is megvizsgálja a szerzes italokat. Az egység vezetőjének pedig számlával kell bizonyítani ezek eredetét. A NAV munkatársai a jövedéki termékeket vizsgálják a velencei tóparti vendéglátóhelyeken. A vendéglátóipari egység ellenőrzése szúrópróba szerint lett kiválasztva. Az ellenőrzés során a jövedéki termékek származását igazoltuk, valamint a pénztárgépek meglétét és a raktárhelyiséget ellenőriztük. Az egy rendőr, egy pénzügyőr elnevezésű akcióban június közepétől egészen augusztus végéig egy rendőr és egy pénzügyőr teljesít közös szolgálatot. Hál' Istennek nem sok olyan esemény volt még, ahol ellenszegültek volna esetlegesen a NAV munkatársai felkérésének, tehát az ellenőrzések végrehajtásában a vendéglátósok, de minden esetre megnyugtató nekünk is, hogy egy szakember áll a rendőr mögött. A kapitányság nem csak a NAV-val, hanem a bevándorlási hivatallal és a megyei kormányhivatal szervezeteivel hangolja össze munkáját. Számtalan közös ellenőrzést terveznek erre a nyárra is. Javában zajlik az ellenőrzés az egy rendőr, egy pénzügyőr akció keretében, emellett pedig az ellenőrzésekbe bekapcsolódnak a Fejér megyei kormányhivatal munkatársai is. Az akció egészen augusztus 20-áig tart itt a velencei tópartján. A Fehérvár Televízió híradóját Novák Rita tudósította.